Köszöntöm kedves nézőinket! Önök november 3-ai híradónkat látják. A Korvin Mátyás utcában zajlik a járda betonozása Topolyán. Kislinder Gábor polgármester is a helyszínen járt munkatársaival, és elmondta, hogy a kivitelező a temerini Lukács Putevi vállalat a járda kiépítéséhez új technológiát használnak, ami garantálja, hogy tartósan használhatják majd az ott lakók a jövőben. A munkálatok értéke 5 millió dinár. A Korvin Mátyás utca páratlan oldalán folyamatban van a járda kiépítése, a polgármester is a helyszínen járt, nézzük a részleteket. Hát el lehet mondani, hogy a dél-kelet központ közötti negyed, ha így tetszik, tehát a kórháztól a vásártérig és lefelé a központ felé részről van szó, ma pedig egy utcában, a Korvin Mátyás utcában vagyunk jelen. A Kossuth Lajostól kezdve lesznek a tatarozások 5 millió dinár értékben, kártya javítások az utcában. El lehet mondani, hogy azért vagyunk most ebben az utcában, mert ez az utca hosszú távon rendezetlen volt, és itt befektetések ilyen szempontból nem is voltak. Tehát amikor még a lakosok megcsinálták a járdát utána, meg akkor, mikor a hozzájárulásból készültek a járdák, attól kezdve itt nem lett semmilyen javítás. Én azt gondolom, hogy ez az utca ráért már arra, vagy rászorult arra, hogy ezt megtegyék. Én azt gondolom, hogy jó választás volt a helyi közösség részéről, hogy pontosan ezt pályáztassuk és ezt csináljuk. A Lukács Putevi végzi a munkákat. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fogom szorgalmazni azt, hogy minél előbb fejezzük be, tehát tél beállta előtt fejezzük be ezt a munkálatokat, ami 5 millió dinár értékben van, és én azt gondolom, hogy még most a látva az időt, azt gondolom, meg a munkák haladását, hogy ezt mindenképpen a tél előtt meg lehet csinálni. Tehát ezt a részt, ha úgy tetszik, negyedet Topolyán megjavítják, és akkor utána akkor még el lehet mondani azt is, hogy külön figyelmet szentelünk arra, hogy a kátyúzás is végre megtörténjen. Fönt az pedig a Linderben egy része még nem fejeződött be, azt is szorgalmazzuk, hogy mindenképpen a tél beállt előtt csináljuk meg. A pénzt a költségvetésből sikerült biztosítani? A költségvetés forrásként igen, jegyzi az eszközöket, de el lehet mondani, hogy ez a polgárok eszközeiből, tehát helyi közösség eszközökkel társítva van, előlátva, és ezt a helyi közösség tervében különben a polgárok tatarozás és útjavításként látták elő, a költségvetésben pályáztattuk, és így nyerték a kivitelezők. Esetleg majd a tavasz folyamán további járda kiépítésekre is sor kerül a város területén? Én még részletesen nem néztem át a következő év tervezetét a helyi közösségben, de a tanácson már tárgyaltak lóra, most készül el a tervezet, vagyis a kézirat a tervezetnek, hogy mi mindent. Én a hozzájárulás kapcsán a helyi közösségnek kötelessége az eszközöket célszerűen úgy, ahogy a polgárok meghatározták, tehát abban lesz egy ilyen javítás, és én azt gondolom, hogy a községi költségvetésben is akkor ez bele fog kerülni, megnézzük még azt, hogy pontosan a sürgősségi sorrendet állapítjuk meg, akkor megnézzük, hogy mennyi úgymond községi eszközök is társulhatnak ehhez, és akkor ezt mindenképpen folytatjuk. Az ilyen járdák esetében nagyon fontos az is, hogy egyáltalán kiépüljön, de az sem mellékes, hogy mennyire tartós. Tehát fontos az is, hogy tartós legyen, és hát itt éppen az egyik háztulajdonossal beszélgettünk, aki részben ért a szakmához is, és dicsérte, hogy ez egy nagyon jó technológia, tehát tartósnak ígérkezik. Hát el lehet mondani persze, hogy lévén, hogy valamikor én a május 1-ben is dolgoztam, annó 30 éve vagy több, akkor egy másmilyen technológiával működtek, másmilyen anyagból is építek az utak, járdák, és én azt gondolom, hogy ez a technológia már ideit múlta, ezt láttuk a piasztér alkalmával is, hogy egész más technológiával is másmilyen minőséget kapunk. Én azt gondolom, hogy a technológia is a szakma azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, és van rá eszköz, akkor azt mindenképpen úgy kell csinálni. A Korvin Mátyás utca páratlan oldalán most van folyamatban a betonjárda kiépítése, és éppen a 37-es számig jutottak a munkálatokkal, ahol Dudás Istvánnal beszélgetünk. Mit jelent önnek ez a járda? Hát én nagyon örülök annak, hogy megcsinálták ezt a járdát. Ezen a felén az utcának nagyon-nagyon sokáig csúsztak a járdák, tégla volt, egyenletlen volt, pláne amikor esett az eső, és jeges volt. És azt nagyon örülünk neki, hogy az önkormányzat és a helyi közösség jóvoltából megcsinálták ezt a járdát.
Részben szakembert is tisztelhetek önben, és az imént, ahogy itt beszélgettünk, említette, hogy jó minőségű flaster készül, hogy így fogalmazzak. Én nagyon meg vagyok elégedve a kivitelezővel, tényleg gyors, jó minőségű és minőséges munkát csináltak. Úgy az alaptól kezdve, de először is a felszedéstől, mert ugye mindenhol fel kellett szedni a téglákat, a betonokat fölverni, volt, amit kézzel, kalapáccsal vertek, volt, amit légkalapáccsal, de nagyon gyorsan megcsinálták tényleg és minőséges munkát, ahogy látszik is. Napokon belül érkezik a nyugdíjasoknak az 5000 dináros egyszeri segély, január 1-től pedig mindannyiuknak 5%-kal magasabb lesz a járandósága. Az emelés után a nyugdíjasok 90%-ának nagyobb lesz a havi ellátmánya, mint 2014 előtt volt, jelentette ki Ana Brnabić kormányfő. Hozzáfűzte, várható, hogy 2018-ban, ha sikerül a nyugdíjak kifizetésére szükséges összeget a bruttó társadalmi termék 11%-ára szorítani. Megkezdik az ellátmány ideiglenes csökkentéséről szóló törvény rendelkezéseinek fokozatos eltörlését. A reformáció világnapja alkalmából ünnepélyes díjátadások voltak Topolya Község Múzeumában. Október 31-én mutatták be a 6. Egri József Filmfesztivál legjobb filmjeit, és díjazták az alkotókat. A Semmelweis arca Kis Stefán Mónika filmje, és a Kanyizsa Calling, K. Kovács Ákos és Olá Tamás alkotása érdemelte ki az első helyezést. Mirnis Gyula az Élni és élni hagyni című filmjét, és Pálóci Alexandra, Pusztai Ákos, Szirák Sára, Hirdesd az igét a reformáció összekötő ereje című alkotását is levetítették. A rendezvény keretein belül osztották ki az R500 kiállítás selfie versenyének díjait is, melyen Rontó Réka képe kapta a legtöbb szavazatot. Rajta kívül még Hatalm, Tuvics Tamara, Csabai József, Vankó Basa Dominik, Matuska Alex, Molnár Marina és Zsombók Csanád is kapott díjat. Az estet a Kor Jezu Kamara kórus előadása színesítette. Szeptemberben nyílt az R500 kiállításunk, és úgy gondoltuk, hogy a minden évben megrendezésre kerülő Egri József Fesztivált most úgy alakítjuk, hogy a kiállítással egybehozzuk, és a kiírást is, tehát a tematikát is. Na most, mivel reformációs kiállításunk van, és Luther Márton 500 évvel ezelőtt nagyon sok újítást vitt végbe, úgy gondoltuk, hogy a ma köztünk élő újítókról szeretnénk filmeket. Azután tágítottuk egy kicsit, hogy nem csak a közöttünk élő újítókról, hanem az egykor élt újítókról is várunk filmeket. Így érkezett be több film, és a döntőbe 4 film került, amelyet ma este bemutatásra kerültek ezek a filmek, és 2 díjazottunk lett, 2 első díj, az egyik Kis Stefán Mónika, ő egy magyarországi alkotó, ő Semmelweis arca címmel készített egy filmet, nagyon érdekes dokumentumfilm, többek között múzeumban is játszódik. A másik film pedig szerbiai alkotókhoz került, szerbiai magyar alkotókhoz, méghozzá K. Kovács Ákos fiatal filmeshez és Olá Tamáshoz. Ők Kanyizsa Calling címmel készítettek filmet, úgyhogy ők megosztott első díjban részesültek, egy magyarországi és egy szerbiai alkotópáros. Selfie versenyünk is volt, úgy próbáltuk elhívni ide a gyerkőcöket, hogy amikor itt tárlatvezetésen vettek részt, felhívtuk a figyelmüket, hogy selfie-ket készíthetnek, és ők utána, tanítás után előtt jöttek el külön, csoportosan vagy egymaguk, és különböző tárgyakkal fotózkodtak, ami számukra szimpatikus volt. Úgyhogy így született meg 7 díjazott, őket a Smartcom és a Tapping cég támogatta, és ma este ezek a díjak kerültek kiosztásra, valamint egy nagyon szép kórus is énekelt nekünk, Zentáról érkeztek, a Kór Jézu, és hát úgy gondolom, hogy valóban ünnepélyesen sikerült megtartani a reformáció világnapját itt Topolya Község Múzeumában. A filmfesztivál zsűriének elnöke Siflis Zoltán is értékelte a nevezett filmeket. El kell mondani, hogy a reformáció 500. éve kapcsán kiírt pályázat lehet, hogy egy picit hát, dilemma elé állította a szerzőket, hiszen kizárólag olyan film, ami esetleg
egy vallásos tematikai film, ebből kevesebb érkezett, és úgy tűnt, hogy sokkal szélesebb palettán küldték be a filmeket. Egyébként ez előnye is volt ennek a fesztiválnak, mert hogyha reformációt, mint egyfajta dogmatista szemlélet elleni lázadást, az újnak a felfedezés, a szellem és a kreatív világnak egyfajta áttételes megfogalmazása. Ilyen formán el kell mondanom, hogy tényleg négy olyan filmet találtunk, ami valahol a kiírásnak is megfelel, de ami legfontosabb, a film szellemisége, üzenete és az a esztetikai művészi megvalósítás, amivel ezt elvégezték, ez volt a döntő, hogy ezeket a filmeket közönség elé és ajánljuk, és hát természetesen megfelelő díjazással próbáljuk serkenteni, jutalmazni az alkotókat. Számomra külön öröm volt, hogy a vajdasági két fiatal alkotó filmje valóban egy nagyon aktuális társadalmi problémát, ami lokális és globális szinten is megjelenik, az pedig a migráció. Ezt egy nagyon szépen fölépített, dramaturgiailag és tartalmilag fölépített kisfilmbe foglalták össze, de ami a legfontosabb, a film üzenete, hogy fiatalok sorsáról szól, akik önhibájukon kívül rákényszerülnek a nagyvilágba feltalálni, és hát mondhatnám megkapaszkodni, de ugyanakkor a siker mellett nem feledkeznek meg arról a közegről, abból a közösségből, ahonnan ők elindultak, ami őket igazán fölépítette, és ami egy életre szóló kötődést jelent. Megtartották az 5. drámajáték iskola találkozót Bács-Fekete-hegyen. A Vajdasági Magyar Dráma Pedagógiai Társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Központ közös szervezésében megvalósuló hétvégi eseménynek ez alkalommal a Kultúrotthon adott helyszínt. Az egésznapos drámaiskolára Vajdaság különböző településeiről 35 pedagógus és művelődés szervező érkezett. A foglalkozások két csoportban zajlottak, és neves hazai, valamint magyarországi szakemberek tartották. Az oktatók között ott volt Bagaméri Nagy Orsolya, Bori Fekete Ágnes, Bori Viktor, Hajós Zsuzsa, Körömi Gábor, Mácsai Mónika és Patonai Anita. Főként pedagógusok vettek részt a drámaiskolán. Volt matek, angol, biológia és hittantanár, tanítók, óvónők, gyermekszínjátszó csoportok vezetői. Vajdaság számos településéről érkeztek. Adáról, Magyarittabéről, Bácskosútfalváról, Magyarkanizsáról, Óbecséről, Topolyáról, Temerinből és Kishegyesről. Az 5. drámajáték iskolát a Tartományi Oktatási Titkárság, a Szekeres László Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatták. Összesen 557.973 személy részesül Szerbiában a szociális segély valamilyen formájában. Noha csökkenőben van a szociálisan legveszélyeztetettebb polgárok száma, jelentette ki Zorán Gyorgyevics, munkaügyi, foglalkoztatási és szociális kérdésekkel foglalkozó miniszter. A minisztérium nyilvántartást vezet és hónapról hónapra igyekszik ellenőrizni azt, hogy mennyi eszköz áll rendelkezésre a köztársasági költségvetésben. Ezt követően pedig elvégzi a támogatások besorolását, mert tudja, hogy a szociális segélynek a megfelelő időben és a megfelelő kezekbe kell jutnia, nyilatkozta a miniszter az RTS-nek. Megtartották november első véradó akcióját Topolyán. A november 2-án tartott véradásra 35 önkéntes jelentkezett, melyből 33-an adhattak vért, közülük 2 új véradók voltak. Ezen a napon összesen 16.830 ml vér gyűlt össze Topolyán. Ebben a hónapban még 7 akciót terveznek, az év végéig pedig 9-et. A következő véradást november 9-én tartják ugyancsak Topolyán. A Nemzetközi Tanácsadó Napon ingyenes szakértői tanácsot kaphatnak azok a polgárok, akik rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal Szerbiában és Magyarországon is, vagy akik nyugdíjjogosultságot valósítottak meg a két ország közötti nyugdíj és rokkantsági kétoldalú egyezmény alapján. November 9-én csütörtökön 10-től 17 óráig Újvidéken, a Tartományi Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap helységeiben, a Zsitnyi Trg 3-as szám alatt a Szerb Köztársasági Nyugdíj
nyugdíj és rokkant biztosítója, és a Magyar Nemzeti Nyugdíjbiztosító tájékoztatja az érdeklődőket. A polgároknak jelezniük kell részvételi szándékukat, és időpontot kell kérniük a 021 48 77 563-as és a 021 48 77 545-ös telefonszámokon, munkanapokon 8-tól fél 4-ig. Az ügyfeleknek magukkal kell vinni minden biztosítással kapcsolatos okmányukat és személyi igazolványukat vagy útlevelüket. A szerb első liga 12. bajnoki fordulójának rangadóját játssza a TSC vasárnap 13 óra 30 perctől a Városi Stadionban. Az ellenfél a táblázat második helyezettje, a Gornyi Milanovaci Metalac. A klub vezetősége ezúttal is meglepetéssel készül, a szurkolók a megvásárolt belépő mellé TSC emblémával ellátott ülőpárnát kapnak ajándékba. A november 4-ére meghirdetett topolyai nyílt egyéni sakkbajnokság kezdetét elhalasztották. A szervezők közleménye szerint a sakkozók közül sokan kérték a halasztást, ezért döntöttek úgy, hogy későbbre teszik a 3 hetes torna kezdetét. A Topola kosarazói az első szerb liga 5. bajnoki fordulójában idegenben 89-79 arányban alul maradtak a Veterniki Mladost ellen. Csapatunk utolsó előtti a szerb első liga északi csoportjában. A következő ellenfél hazai pályán a Begaszentgyörgyi Sveti Gyorgye csapata. Szombat reggelre többfelé párássá, ködössé válhat a levegő, de napközben sok napsütésre, változóan felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A déliesre forduló szelet kísérhetik élénk erős lökések. Délután 11-15 fok valószínű. Vasárnap a feltámadó délies áramlás miatt tovább melegszik a levegő, 16-17 fok is lehet, csapadék nem valószínű. Hétfőn a változóan felhős napos időre van kilátás. A változó irányú légmozgás helyenként élénk lesz, 10-16 fok valószínű. Kedden is sok napsütés ígérkezik, kisebb eső még előfordulhat, 9-16 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!